Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Takács Anasztázia vagyok. Takács Jácint vagyok. Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Mi vagyunk a PPH egyik 9-es szintű vezető házaspárja. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Itt mi a PPH-nál mindannyian tegezzük egymást kortól, nemtől függetlenül. A PPH előtt kereskedelemmel foglalkoztam a családi vállalkozásunk keretében, mára viszont a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. Kondor Fanny élek feleségemmel, Anasztáziával és két gyermekükkel, egyébként 6 gyermekünk van és 4 unokánk. A PPH előtt korábban mérleképes könyvelőként könyvelőirodát működtettem, majd később természetgyógyászként segítettem az embereket, mára viszont a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem a családi vállalkozásunkban. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Mesterünk 36 éve foglalkozik emberekkel, és 32 éve van saját szervezésű csapata, illetve közössége. Nagyon érdemes odafigyelni, főleg arra tanításaira, amit a jövővel kapcsolatban mond, ugyanis azok mindig úgy szoktak bekövetkezni. Az előadónk egy olyan mester, akinek tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló a mi mesterünk, arra jutunk, hogy vezetésével 4 különböző területen lett a szervezetünk, ért el szervezetünk piacvezető pozíciót, úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki az élet és emberismeret, továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja, a bolygószinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése, az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek a szeretett korba, az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklós mesterkócst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Elégedettek vagytok? És hogyha megnézed, hogy romlott-e a világunk, vagy javult-e a világunk, akkor mit látsz? Romlott? Egyértelműen romlott? És hogyha... Tehát nem tudom, gondolkodtál azon, hogy miért romlott? Tehát miért? Tehát miért mondjuk azt, hogy törvényszerűség, hogy egyre nehezebb világban élünk. Tehát akik, mondjuk az én korosztályom, tehát én nagyon örülök annak, hogy én nem most vagyok mondjuk 20 éves. Tényleg. És nagyon örülök, hogy én a 80-as években voltam 20 éves. Mert egy sokkal jobb korszakban éltünk. Tehát a 20 éveseknek azt tanították, meg a későbbi generációknak, vagy a korábbi generációknak is valamilyen szinten, hogy milyen rossz volt az előző világ. Most nehogy félreértsétek, hogy visszasírom az előző világot, csak van egy ilyen politika, hogy szidni kell mindig az előző világot. Tehát a szocializmus
szintén szitta az előző világot. A jelenlegi kapitalizmus az szintén szidja az előző világot, az előző rendszert. Tehát mintha lenne egy ilyen folyamat, hogy a jelenlegi rendszer az a tökéletes, az előző a szar. És ha valaki élt egy előző rendszerbe, akkor neki van összehasonlítási alapja az előző rendszerhez képest. A többiek, meg akik nem éltek az előző rendszerben, akkor azok azt gondolják, hogy az úgy van, hogy az előző volt a rossz. Nyilván, aki mondjuk megélte az első meg a második világháborút, annak tényleg baromi rossz volt. Vagy aki megélte a háborús jóvátétel időszakát, ugye az az 50-es évek volt, az is valószínű, hogy nagyon rossz volt, mert ugye a háborús jóvátételt kellett fizetni a vesztes országoknak. De a nyertes országoknak nem kellett háborús jóvátételt fizetnie, hanem jóvátételt kaptak. Tehát ezáltal ugye a nyertes országok a második világháborút követően ott nagyobb életszínvonal növekedést tudtak elérni, mint a vesztes országok. Tehát ez azt jelenti, hogy valószínűleg ugye ez az 50-es évek, ez volt olyan, akiknek jó volt, voltak olyanok, akiknek nem volt jó, de ugyan szocialista országok közül, ugye Magyarországnak nem éppen jó volt az az 50-es évek a jóvátétel miatt, de 60-as évektől elkezdett alakulni a helyzet, és a 70-es, 80-as évek az sokkal, de sokkal jobb volt, mint előtte és utána. Tehát sokkal. És itt most én azt látom, hogy akik megéltek a 70-es, 80-as éveket, azok bólogatnak is ezzel kapcsolatban. Tehát minden szempontból, ha megnézzük, jobb volt. Egy dologban nem volt jó, hogy kevésbé lehetett utazni. Tehát nem Magyarországon belül, hanem úgy a világban. A világban. De a szocialista országokban akkor is lehetett utazni, akkor sem volt ez probléma, csak a nyugati országok felé való utazás volt megnehezítve. Tehát, amit most egyébként az európai népek csinálnak, hogy fogják és kiköltöznek idéglenesen vagy hosszú távon külföldre, azt régen, csak a fiataloknak mondom, úgy hívták, hogy diszidálás, és törvényileg büntették. Akkor mondok még érdekességet a fiataloknak, hogyha valaki nem dolgozott, nem volt hivatalos munkahelye, akkor úgy hívták, hogy közveszélyes munkakerülő. Tehát ha ebből a szempontból nézzük, akkor mondhatnánk azt, hogy rosszabb világ volt, de ez egy nagy tévedés, mert ezáltal mindenkinek volt, egyszerűen muszáj volt, hogy legyen munkahelye. Mindenkinek. Vagy vállalkozása. Tehát most munkahely vagy vállalkozás, ezt úgy hívták annak idején, hogy kisiparos, vagy iparos, vagy úgy hívták annak idején, hogy mit tudom én, magángazdálkodó, de mindenkinek volt munkahelye. Tehát ez azt jelenti, hogy nem szoktatták rá az embereket arra, hogy haszonélvezők legyenek. Hanem arra szoktatta az a társadalom az embereket, hogy dolgozzanak. Most egy érdekes világot élünk, ahol a lakosság nagy része az nem igazán szeret dolgozni. Nem igazán szeret dolgozni, minden más szeret, csak dolgozni ne kelljen. Tehát régen az emberek
Képzeljétek el, mi már a 80-as években, 90-es években, de 80-as években is a feleségemmel mentünk nyaralgatni. És már a 80-as években is voltunk külföldön nyaralni, ugye szocialista országokba lehetett menni, mentünk Bulgáriába. Tehát Bulgáriában nyaraltunk. Többször is voltunk Bulgáriában a 80-as években. És ugye a 90-es évektől lehetett csak nyugatra utazni, addig ugye szocialista ország. És nekem a rokonaim nagy része az Szabolcs-Szatmár Bereg megyei, volt akkor is, meg most is. A Mariannak, tehát a feleségemnek a rokonai, azok pedig Borsod-Abaúj-Zemplén megyei lakosok voltak akkor is, most is. És hát mondtuk nekik, hogy megyünk külföldön nyaralni, és akkor furcsán néztek ránk, és kérdeztük, hogy ti nem akartok menni, és azt mondták, hogy ők nem. Tehát képzeljétek el, a 80-as években még az emberek nem akartak külföldre menni nyaralni. Sőt, Magyarországra sem akartak menni nyaralni. Tehát mondom még egyszer, nem akartak. Tudtak volna menni, nem akartak. Érted? És ha te visszaemlékszel mondjuk a szüleid működésére, akkor valóban nem akartak menni. Tehát ők azt gondolták, hogy otthon legalább annyira ki tudják magukat pihenni, mint bárhol máshol. Mondhatjuk azt, hogy több eszük volt, mint a mai embereknek. A mai emberek elmennek kipihenni magukat, és fáradtabban jönnek haza, mint mikor elmentek. Csodálkoznak, hogy az embereknek nincs pénzük, amikor sokkal, de sokkal többet költenek felesleges dolgokra, mint régen. Tehát azért, nem azért van rosszabb helyzetben az emberek jó része anyagi szempontból, mint 1-2-3 vagy 4 évtizeddel ezelőtt, mert kevesebb a jövedelem, nem, hanem azért, mert az emberek sokkal, de sokkal többet keresnek, költenek. Tehát ha megnézed, hogy mennyibe került régen mondjuk az élelmiszer, mikor mondjuk volt 3,60 a kenyér, megnézed, hogy mennyi most, jó, most hirtelen drasztikusan megemelkedett, az biztos, tehát most van egy bazi nagy infláció, de mondjuk megnézed az infláció előtti kenyérárakat, akkor azt látod, hogy körülbelül a jövedelmek olyan mértékben emelkedtek, mint a kenyérárak. De számolj utána. Húzd el! Mennyi volt az infláció előtt a kenyér? 400 forint? 400 forint. Tehát mennyi szeresére emelkedett a kenyérára? Mondjuk 30 év alatt, vagy 40 év alatt, 3,60-ról? Azt mondja, 11-szeresére. 11-szeresére. Mennyi volt 30-40 évvel ezelőtt a fizetés? Átlagban 2-2500 forint. Azt megszorzott 100-szorosával, tehát 100-zal, 110-zel, körülbelül annyi volt a jövedelem. Tehát a kenyér és a jövedelem ár emelkedés, az pont ugyanannyi volt. Én ezt tudjátok hányszor kiszámoltam. De megnézed akkor, a rezsi, egy család rezsije, az körülbelül a kettőjük rezsi, keresetének az 1/8 volt. Most a rezsi, ha beleveszel mindent, élelmiszert nem, a rezsi, amit fizetsz. Fűtésre, stb. Tehát most ne a mostani infláció időszakát nézzük, hanem az infláció előttit. Jó? Tehát mikor még stabil volt a gazdaság. Legalábbis stabilnak mondták. Szóval lényeg az, hogy sokkal, de sokkal többet költenek az emberek. Sokkal. Tehát gondold végig, hogy egy család mennyit költ, mondjuk nyaralásra, utazásra. Mennyit költ mondjuk az autóra? Hát régen nem volt autó. Érted?
Tehát a családok jó részében nem volt egy, kettő, három autó. Érted? Ezáltal egy autó nem megy egy kilométert se, az benne van éves szint, a havi szinten egy tízesbe. 10 000 forintba. Egy kilométert nem mész vele. Tehát azt vizsgáztatni kell, szervizelni kell, stb. Stb. Érted? Tehát az azt jelenti, biztosítást kell fizetni. Ilyen-olyan biztosítást. Tehát benne van, nyilván plusz az, amit mész vele természetesen. Hát nyilván nem azért veszi az ember az autót, mert nem akar vele menni. Hanem azért, mert akar. De hát ha mész vele, akkor onnantól kezdve minden egyéb plusz költséged lesz. Jó, akkor ha nem mész vele, nem biztos, hogy kell kaszkó, de ha mész vele, akkor lehet, hogy kell kaszkó is. Jó, tehát ami azt jelenti, hogy hát jóval több az embereknek a kiadása, mint valaha. Tehát ezáltal a családok sokkal kevesebbet tudnak megtakarítani, mint régen. Tehát ezáltal régen meg tudták azt csinálni, hogy felépítkeztek megtakarításból. Megtakarításból felépítkeztek. És miért tudták ezt megcsinálni? Mert nem volt túlszabályozva a rendszer. Régen fogták, csináltak egy építési engedélyt, csináltak egy tervrajzot, tehát tervrajzot építési engedélyt, és fölépítkeztek. Érted? Úgy, hogy nem is kellett hívni szakembereket. Úgy fölépítkezhettek, érted? Ma szinte egy tűt nem tetsz arrébb, hogy nem igazolja le a szakember, hogy ez szakember látta. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy ezáltal az építési költségek sokkal, de sokkal többe kerülnek, mint valaha természetesen. Tehát ugye mi történt? Ugye az történt, hogy rávették az embereket, hogy költekezzenek, sokkal többet, mint valaha, sikerült rávenni, ez tök jó buli, gondold végig. Mekkora buli az rengeteg-rengeteg vállalkozásnak a Földön, hogy az emberek többet költenek. Oké? És ugye, ahova az emberek sok pénzt investálnak, tehát sokat költenek, az általában megszerezték a multik. Tehát ugye a multiknak folyjon be az a sok pénz, és ne a kis vállalkozásoknak természetesen. Jó, tehát ezt gyönyörűen elérték. Tehát elérték azt, hogy az emberek sokkal többet költsenek, fogyasztói társadalom. Ugye régen nem volt, a szocializmusban egyáltalán nem volt fogyasztói társadalom, de a nyugati társadalomban sem volt olyan mértékű fogyasztói társadalom, mint most, és ennek következtében ugye többet költenek az emberek, hogy elérték náluk, és azon túlmenően mindent szabályoznak, hogy minél többe kerüljön minden. Tehát minden hoznak olyan jogszabályokat, amilyen plusz adó, amilyen plusz kifizetés a vállalkozásoknak is, stb. Az egyéneknek is, és ez azt jelenti, hogy van egy gerjesztett kifizetés. Tehát az emberek, mikor azt gondolják, hogy van egy jövedelmük, az ugye ez egy tiszta pénz. Tehát eleve ott kezdődik, hogy ha jövedelem, tehát ugye a nyugdíj az inkább segély, mint jövedelem, tehát inkább az a kategória, de hát most olyan jövedelemre gondolok, tehát nem segélyszerű jövedelemre gondolok, hanem amikor munka véget kapja meg az ember a jövedelmet, nem egy múltbéli munkáért, hanem egy mostani munkáért, megkapja az ember a jövedelmet, és ugye nem tudják például az alkalmazottak azt, hogy amennyi jövedelmet kapnak, annak körülbelül a még egyszer akkora rész, mint amennyit kaptak, tehát még ugyanannyi rész, az bemegy az államba. A munkaadó befizeti úgy, hogy a dolgozó helyett részben, részben pedig mint munkaadó kötelezettségeit fizeti be. Tehát eleve ugye, mit tudom én, mondjuk valaki kap 300 000 forint jövedelmet, akkor körülbelül 300 még bemegy az államkasszába.
akkor ugye ezt az emberek nem tudják. Akkor ráadásul ő azt mondja, megkaptam 300 ezer forintot, ez a nettó jövedelmem, de hát ha megnézed, abból még mennyi adót fizet. Hát eleve ott kezdődik, hogy fizetsz, ha veszel valamit, áfát, nem? Akkor, ha valamelyik cég valamit létrehoz, ilyen adó, olyan adó, amolyan adó, tehát ezáltal drágább az a termék, mint amennyiért adhatná ugye az a cég, mert közben neki meg ilyen adót, meg olyan, meg amolyan adót kell fizetnie. Például most csomagolási adót hoztak be. Jó, tehát kismillió adó van. Tehát, hogyha megnézzük, hogy az adókat is kifizeted, amikor vásárolsz, akkor gyakorlatilag a vásárló értéked az abból a 300 ezer forintból a tényleges vásárló értéket jó, ha van 150 ezer forint. Ha minden adót kifizettél. Amit ki kellett fizetni, áfát, azok, akik létrehozták azt a terméket, az adót, stb. Stb. Érted? Tehát gyakorlatilag dolgozol 600 ezer forintért, és képzeld el, abból 450 ezer forint az államkasszába vándorol be. Úgy durván. Na, ezt azért mondom, mert ezért van rossz világ. Érted? Tehát régen közel nem volt ennyi befizetés az állam felé. Érted? Közel nem volt. És ugye miért kell ennyit kifizetni? Hát most mondok példát, és mindjárt megértitek, jó? Tehát itt vagyunk mi Magyarországon, szocializmusból indultunk, ami azt jelentette, hogy a lakosság szegény és gazdag rétege között nem sok különbség volt. Oké? Okay? Közel akkora különbség nem volt, mint most. Az azt jelenti, hogy most megnézed a szegény réteg és a gazdag réteg között, hát legalább 50-szer akkora különbség van, mint a szocializmusban volt. Ha nem 100-szor. Érted? Jövedelemben. Na most, ezt hogy tudták megcsinálni? Jó? Ezt nem hiszem, hogy valahol hallottad, jó? Amit most el fogok ezzel kapcsolatban mondani. Ezt úgy tudták megcsinálni, nagyon fifikásan megcsinálták. Hogy azok a személyek, akik részt vettek, nem részt vettek, hanem inkább azt mondtam, hogy gumigerincű, hosszú nyelvű segnyalók, oké? Azok a tűz körül voltak, és ahhoz, hogy gyarapodhassanak, kaptak állami támogatást. Most azt, hogy úgy kapták, hogy valami nagyon kedvező banki konstrukcióval megvehettek dolgokat, amit mondjuk egy vállalatot, aminek a hitelét visszafizették pár éven belül, vagy pályázatot adtak be, és a pályázat révén kaptak milliárdokat akár, érted? Az most ebből a szempontból totál részletkérdés. Teljesen részletkérdés. Tehát ami azt jelenti, hogyha egy ember saját erejéből lett volna gazdag, itt Magyarországon, akkor még mindig nem lenne jóval nagyobb különbség a gazdagok és a szegények között, mint a szocializmusban volt. Tehát én állítom, hogy a gazdagok nagy része ma Magyarországon, nem csak Magyarországon, hanem a világ nagy részén, tudod miért lett gazdag? Mert kapott állami támogatást. Oké? Most, hogy ezt mikor kapta, ez részletkérdés, mennyit kapott, az is részletkérdés, hányszor kapott,
az is részletkérdés. Oké? Tehát ezáltal elérték, hogy ők sokkal olcsóbban termeljenek, hiszen gépekkel termelnek. Ha ők nagyon lassan gyarapodtak volna, akkor nem tudtak volna hirtelen automatizált gépeket használni. Ha egy vállalat automatizált gépeket használ, akkor sokkal kevesebb dolgozóra van szükség, ezáltal sokkal kevesebb a kiadása. Ezáltal sokkal kevesebb a kiadása, akkor olcsóbban állíthat elő termékeket. Ha olcsóbban állít elő termékeket, akkor olcsóbban is tudja adni. Ezáltal tönkre tudja tenni azokat a kistermelőket, manufaktúrákat, ahogy ezt régen mondták, akik javarészt kézzel termeltek. Oké? Okay? Miért? Mert ők nekik nem volt nagy beruházásuk arra, hogy ilyen komplett automatizált gépeket vegyenek. Ezáltal tönkre tették ugye a munkahelyeket is. Oké? Okay? Ha nem lettek volna állami támogatások, akkor mondom, nagyon lassan tudtak volna gazdagodni. Én soha egy forint állami támogatást nem kaptam, és ezért pontosan tudom, hogy mennyit kell azért dolgozni, hogy az ember anyagilag gyarapodjon. Oké? Okay? Tehát aki hirtelen kinő a semmiből, azt hátulról tuti, hogy nyomták. De ahhoz, hogy őt nyomják, neki jó hosszú nyelvéknek kell lenni, és jó hosszan be kell valakinek dugni a seggébe. Oké? Okay? Hogy kapjon állami támogatást? Csak hogy tisztán lássatok, azért beszélek ilyen kultúráltan. Szóval, lényeg az, hogy át kellene látni ezeket a dolgokat, jó? Tehát szó szerint át kellene látni. Ezáltal, hogy meggazdagítottak egy bizonyos réteget, ezáltal tudod mi lett? Elszegényítettek egy sokkal, de sokkal nagyobb réteget. Mert azok az emberek előtte ugye dolgoztak rendszeresen, tudtak dolgozni, és ellátták a környezetükben lévő embereket, mert ugye arra volt igény, amit ők termeltek, de bejött az olcsó termék, a, hogy is szokták ezt, tömegcikk, bejött a tömegcikk, érted? És onnantól kezdve ezek a vállalkozások, a kis vállalkozások, vagy közepes vállalkozások, sorra tönkre mentek, vagy tönkre mennek, szó szerint. És ezt át kellene látni, hogy a gazdagodás, a folyamatos gazdagodás az mindig abból származik, tehát ilyen nagyon nagy meggazdagodás, hogy ott van a tűz körül, érted? És ahhoz neki el kell adnia a lelkét, hogy ő állami támogatást kaphasson, érted? Egy ellenzéki vagy egy semleges nem valószínű, hogy fog kapni állami támogatást, érted? Na most de megnézzük, hogy az állami támogatások honnan származnak. Hát a lakosság befizetéseiből, nem másból, a lakosság befizetéseiből. Tehát a gazdagok az állami támogatást a lakosság befizetéséből kapják meg. Tehát az állam nem a gazdagoktól szedi be elsősorban, mert ők kevesen vannak, nem a gazdagoktól szedik be elsősorban az adókat, hanem a többségtől. Tehát azáltal, hogyha minél nagyobb állami támogatásokat kapnak a gazdagok,
annál szegényebb lesz a nép. Nem tudom, világos-e. Na most, ezt azért mondom, hogy átlássátok, hogy milyen világban élünk. Tehát egy milyen gerinctelen világban élünk. Ahol gerinctelen emberek vannak a tűz körül. Érted? Akik pénzért eladják a lelküket. Érted? Tehát a pénznek egy nagy problémája van. És ez nem a pénz problémája, hanem ez egy emberi gyarlóság. Tehát nem a pénzzel van baj, hanem az emberi gyarlósággal van a baj. Ami azt jelenti, hogy egy ember képes arra, hogy a pénzért eladja a lelkét. Érted? És ha megnézed, a gazdagok mindezt csinálták. Pénzért eladták a lelküket. Figyelj, velem is próbálkoztak. Mikor? 97-ben. Azt mondták, hogy a pénzintézetemet megveszik. Én meg azt mondtam, hogy azt mondták, hogy megveszik, és mondták az árát is. Oké? Okay? De az azt jelenti, hogy zsebbe mondták az árát. Oké? Okay? Tehát ez egy olyan pénzintézet volt, amit nem lehet csak úgy adni-venni. Jó? Maradjunk ennyiben. Tehát az nem részvénytársaság alapú volt, hanem olyan, ami egy szövetkezethez hasonló működés. Érted? És lényeg az, hogy azt mondtam, hogy nem eladó. Pedig kínáltak nekem több mint 400 millió forintot zsebbe. Meg egy, úgyhogy azt mondták, hogy maradhatok a pénzintézet élén, és a legrosszabb ajánlat volt 150 millió forint. Akkor, 97-ben. És én azt mondtam, hogy én nem vagyok eladó. Oké? Okay? De a legtöbb ember, hallottam is már ilyen mondást, hogy mindenkinek van ára, csak elég pénzt kell felkínálni. Nekem sem, ne, akármennyit kínálhattak volna föl, akármennyit kínálnának föl, nincs áram. Világos ez? Akkor inkább fogok, azt odébb állok, azt felhasználom az internet lehetőségét. Jó? Tehát lényeg az, mert ugye mit csinálnak? Ugye azt csinálják, hogy először meg akarnak valakit vásárolni, utána jön a fenyegetés, utána konkréttá válik a fenyegetés, és akár gyilkosság lesz belőle, gyilkolás lesz belőle. Mit tudom én, kiesik az ablakon, tudod? És meghal, nyakát töri. Szóval a lényeg az, hogy érdekes világunk van, egy olyan világunk van, ahol azt látjátok, azt látjuk, hogy a rossz eluralkodott a Földön. De az nem úgy értsük, hogy a maga a rossz, a gonosz, nem. Igaz. Hanem, hát sok rossz embert engedtek hatalomra. Sok pénzéhes embert engedtek hatalomra. Érted? Sok ember hazudott, és utána, amikor hatalomra került, kiderült, hogy hazudott. És nem az lett, amit ígért a választásokon. És a világban ez tendencia. Van egy ilyen mondás, tudjátok, hogy szegény ember az, aki még ígérni se tud. Ja? És ugye ők ígértek a hatalmon lévők, csak én azt látom a világban, hogy a hatalmon lévők azok nem teljesítették azt, amit a választásokon ígértek. Mondhatjuk azt, hogy szinte egy se. Oké? Okay? Tök mindegy, ki volt. De hát ugye ki megy el politikusnak például? Hát a hataloméhes emberek. Ha valaki nem hataloméhes, az nem megy el politikusnak. Tehát egy hataloméhes ember lesz politikus. És tudjátok, hogy a parlamentben a legtöbb ember, aki most ott ül a parlamentben, az politikusnak készült. Nem vicc, ez komoly. Ez azt jelenti, hogy megnézed a parlamentben ülők,
hogy hány hónapot, hány évet dolgoztak hivatalosan életükben, akkor rájössz arra, hogy a legtöbb politikus egy napot nem dolgozott. Mert az egész életét a politikával töltötte el. Tehát onnantól, hogy kijárta az iskolát, politikai pályát kezdett. Világos ez? Tehát olyan emberek irányítják a világunkat, akik soha nem dolgoztak. Nem érdekes? Javarészt. De soha nem dolgoztak. Soha nem fogták meg a munka végét. Érted? Soha nem. Soha nem mondták, hogy na akkor dolgozzunk, csináljuk ezt, azt, amazt. Érted? Sosem mondták. Tehát a milyen emberek? Hataloméhes emberek. Ugye mi foglalkozunk számmisztikával, és elég jól utána lehet nézni annak, hogy ki mikor született. És gyönyörűen látni a számaiból, hogy mekkora hatalomészséggel rendelkezik. Érted? Hát a számaiban ott van benne, hogy mekkora hatalomészsége van. És a politikusoknál gyönyörűen látni a hatalomészségük. Érted? Tehát ő, ugye, mivel jár a hatalom? A hatalommal azzal jár, hogy az ember el tudja azt érni, hogy vagyona is legyen. Tehát a vagyon és a hatalom, azok párhuzamosan együtt járnak. Érted? Tehát akinek sok pénze van, annak hatalma van. Akinek hatalma van, annak van pénze is. Világos ez? Tehát ez a kettő, egy olyan világban élünk, ez a kettő nem válik szét. Ez együtt működik. Világos ez? Tehát egy gyönyörű világunk van, és ugye az emberek ezt úgy, hát hogyha finoman nem akarom magamat kifejezni, akkor azt mondom, hogy birkán nézik. És hagyják magukat tovább birkásítani. Na milyen a birka? Buta. Érted? A buta az, a birka az egy buta állat. Talán a tyúk butább nála. Érted? De lehet, hogy még az okosabb, nem tudom. Jó, tehát lényeg az, hogy és megnézed, egy folyamatos birkásítás van a világban. Tehát butítás. Tehát ugye mit csinál a birka? Ugye van egy kolompos elő, nem? Amelyikre akasztanak egy kolompot. Van egy kutya, amelyik tereli, ugye főleg a kolompost, és akkor a többi megy utána, érted? Nem ezt csinálják az emberek? Gondold végig. Hát ezt csinálják. Vannak kolomposok, és akkor a birkák mennek a kolomposok után. Érted? És akkor van, ugye a kutya az a rendőrség, nem? Az meg tereli a nyájt. Oké? Okay. Nem ez volt a Covid alatt? Na, hogy ma azt mondjátok, nem ez volt a Covid alatt? Hát pont ez volt. Hát még fegyveres katonákkal is jártak a rendőrök, hogy még félelmetesebbek legyenek. Géppisztollyal. Nem tudom, mit akartak lőni a Covidot? Géppuskával, így van. Mi a manót akartak lőni? Biztos a Covidot, nem? Hát más mit? Most valaki esetleg nem tartotta be a izét, a kiárási korlátozást, akkor mit belőtték, vagy minek kellett a géppuska, szerintetek? Hát, hogy félelmetesek legyenek a rendőrök, hogy géppisztolyos, ugye mert a rendőröknek nincs géppisztolyuk, csak pisztolyuk, hát kellett oda melléjük egy géppuskás, érted, és egy géppisztolyos. Hát az meg ki lehet, egy katona. Vagy nem ezt csinálták? Hát a városokban ott járőröztek a géppisztolyos katonák a rendőrökkel. Hát mondom, minek? Minek? Kit akartak lelőni? Kit? Mikor az emberek ki sem mentek az utcára. Valaki kiment, akkor lelőtték volna, vagy mit? Hogy lőtték volna, akkor meg minek kellett? Hát megrémisztés. Világos? Az emberek féljenek. Tehát nem eléggé féltek a Covid-tól, még féljenek a katonáktól is. Jó? Tehát
Tehát gondold végig, milyen világban élünk, milyen világban élünk. És gondold végig, hogy ilyenekre rá lehet venni embereket. Tehát mikre rá tudják venni az embereket? Rá lehet venni a bemondókat, hogy hülyeségeket beszéljenek a médiában pénzért. Érted? Egy se kérdezi meg, hogy te ez a hír igaz? Ez biztos, hogy így volt ez a hír? Mert akkor abban a pillanatban ezt mondanám, már ki is rúgták, érted? Ezt fölvesznek helyett egy másik gerinctelen. Érted? Akkor ugyanezek az újságírók is azt írják meg, amire a főnök engedélyt adott, érted? Szóval egy olyan világban élünk, ahol az emberek két dolgot csinálnak. Az egyik az, hogy az etikájuk kezd ellaposodni, érted? Tehát a pénzért bármit megtesznek, nem? Lassan igaz, amit ugye volt ez a régi mondás, hogy mennyiért izélned meg az anyádat, tudod? Egyre inkább igaz. Szóval egy érdekes világ, és ez miért? Hát mert megnézed, onnan indul, hogy iskola, óvoda, és már ott elkezdik a gyerekek hűítését. Akkor a szülőket hűítik, ezáltal a szülők is hűítik a gyerekeket, és akkor kész, érted? Egy elhűített társadalomban élünk. Szó szerint. Szó szerint, és ez az elhűítés, ez folyamatosan megy végbe, ha megnézed. Tehát, de mi a megoldás? Nem a fellázadás, mert a fellázadás az a legrosszabb megoldás lenne. Mert a hülye ember, ha fellázad, az még rosszabb helyzet lesz, érted? Gondold végig. De a birkák fellázadnának, csak azok nem rázadnak föl, tudod? Szóval lényeg az, hogy annak semmi értelme nem lenne a fellázadásnak. Minek van értelme? Hát ezt gondold végig. Ha a jó emberek nem tesznek semmit, akkor a rossz az eluralkodik a Földön. A jó emberek most nem tesznek semmit. Mi lenne a jó emberek cselekedete? Az eszesedés. Nem az okosodás, mert az, valaki azt mondja, hogy én okosodok, mert elmegyek szakmát tanulni. Okosodsz, te a jó életet azt okosodsz. Érted? Neked lesz egy szakmád, de attól semmivel nem leszel okosabb, semmivel nem fogsz jobban boldogulni az életedben, érted? Okosabb leszel, mert lesz egy szakmád, de hogy eszesebb nem leszel, az biztos. Mit jelent az eszesség? Az eszesség azt jelenti, hogy használja az ember az eszét. Érted? Tehát van egy ilyen mondásunk, hogy használd az eszedet. Nem úgy szól a mondás, hogy használd az okosságodat. Nem. Használd az eszedet. Érted? Na most, esze mindenkinek lenne, ha használná. Meg hogyha ott lenne benne elég információ arra, hogy ő eszes legyen. Érted? De minél nagyobb az elhítés, a buta az nem eszes. Tehát egy ember vagy buta, vagy eszes. Érted? Nyilván a butaságnak is van fokozata, meg az eszességnek is van fokozata. Természetes. Érted? De minél eszesebb egy ember, annál kevésbé csinál butaságot. Minél butább egy ember, annál kevésbé boldogul az életében. Érted? Logikus dolog. Minél butább egy ember, annál kevésbé boldogul az életében. Mik ezek a területek, ahol kellene boldogulni? Vagy ezeken nem kellene boldogulni? Itt van 10 terület. Önmagaddal kapcsolatban, pároddal, szüleiddel, gyerekeddel, másokkal, munkáddal, pénzzel, környezeteddel, hatóságokkal, Isteneddel. Ez 10 terület. Ezen a területeken nem kellene jól boldogulni? Hanem, hogy már valaki nekem azt mondja, hogy ezeken a területeken a buta ember könnyebben boldogul, mint az eszes. Hát minél butább egy ember, annál nehezebben boldogul ezeken a területeken. Logikus, nem? Hát az eszes emberre azt lehet mondani, hogy a jéghátán is megél.
Világos? Egy buta embert meg el kell tartani. Érted? Ez a különbség. Ugye a legbutábbakra azt mondják, hogy gyagyás, nem? Ha jobban megnézed, nem emlékszel ilyen szóra? Ha gondold végig, egy teljesen gyagyás embert abszolút el kell tartani. Mert egy csöpp esze sincs. Világos ez? Tehát ez sem véletlen, ez a mondás, megint a nyelvünkben benne van. Nem tudom, hogy fogják fordítani ezt a fordítók, hogy eszesség. Nem tudom, van-e ilyen, ilyen az egyéb nyelvben. Szóval lényeg az, hogy eszesre kellene lenni. De ugye, hogy lehet az ember eszes? Hát, hogyha ezeken a területeken tudást gyűjt, nem? Vagy nem? Hát, hogy lehetsz eszes? Hát, ha azzal csak okos lehetsz egy bizonyos területen, főleg, ha végzed is, hogyha elvégzel egy szakmát, de attól, hogy elvégeztél egy szakmát ezeken a területeken, nem fogsz boldogulni. Érted? Ezek attól függetlenek, ez az élet területei. Nem egy, lehet, hogy mit tudom én, mondjuk egy pap boldogulna ezen a területen, érted? Vagy egy, mit tudom én, pénzügyi szakember talán elboldogulna itt a helyettesnél. Érted? Vagy mit tudom én, mondjuk, egy óvónő elboldogulna a gyerekekkel. Lehet. Tehát, de az akkor csak egy terület. Érted? De mi van a többivel? Tehát párterapeuták a párkapcsolatuk romokba hever. Érted? Párterapeuták. Na, az előbb kimondtam. Jó? Emlékezzetek rá, kép. Jó? Tehát gondold végig. Pedig ő tanulta, profi, tanítja, de ez a foglalkozás, érted? És az élete a párkapcsolat terén romokba hever. Miért? Hát mert nem használja a saját életében, érted? Pedig ugye neki kéne a legjobban jó mintát mutatni ezen a téren, nem? Tehát nem feltétlenül azt jelenti, hogy valakinek van egy hasonló szakmája, és akkor jól boldogul az abban a, azon a területen. Mert erre is vannak példák, hogy ez sajnos nem így van. Tehát ezekhez a területekhez tudásra lenne szüksége. Szüksége minden embernek. Illetve megkérdezném, már megelőztem a kérdést. Szerinted eszességre vajon szükségük van az embereknek? Szerinted mondjuk Magyarországon él mondjuk 9,5 millió. Hány embernek lenne szüksége arra, hogy eszesedjen? Mindenkinek, nem? És mondjuk a bolygón él 8 milliárd ember. Akkor hány embernek lenne szüksége arra, hogy eszesedjen? Lehet, hogy a gyagyásnak nem lenne, érted? De most a gyagyásokat leszámítva. Jó? Eszesedni. És van erre, tudtok? Rajtunk kívül, nézzétek, olyan szervezetet, amely azzal foglalkozik, hogy eszesedjenek az emberek. Hát fura, amit fogok mondani, van egy ugye rokoni család, illetve ott abban a faluban több rokoni család van, és ugye ott a családok jó része hívő. És akkor ott van egyfajta vallás, és annak a vallásnak a képviselői ők. Tehát olyan mértékben, hogy járnak rendszeresen templomba, meg részt is vesznek ott a templomi életben, és akkor meg szoktam kérdezni, hogy a pap szokott-e tanítani benneteket? És akkor furcsán néztek rám, mintha, mit tudom én, a holdról jöttem volna ezzel a kérdéssel, érted? Tehát, és akkor megkérdeztem, és szerinted az elég, hogy a pap az csak a szertartást megcsinálja, és nem tanít?
Úgy látszik, nekik elég. Érted? Tehát még az ember azt gondolta volna talán régebben, hogy hát mondjuk a vallások legalább valamit tanítanak. De na, azok sem. Felolvasnak a Bibliából valamit, érted? Akkor vagy elmagyarázza az embereknek, vagy nem, vagy úgy magyarázza el, hogy ő akarja, érted? Ha elmagyarázza. Nem egységes magyarázat van. Ugyanis a Biblia eléggé úgy van fogalmazva, hogy lehet így is érteni meg, úgy is érteni meg, amúgy is érteni. Érted? Olyan jól van fogalmazva. Szóval ezáltal ugye össze-vissza magyaráznak azzal kapcsolatban. Ha magyaráznak valamit, vagy csak felolvaslak belőle, és akkor értsd meg, megértetted meg, okos vagy, ha nem, akkor így jártál. Szóval, tehát nincs még azok sem csinálnak ilyeneket, akiknek él. Nyilván valamilyen szinten van ilyen fajta információ átadás, vannak olyan vallások, ahol egy kicsit több információt adnak át, de nem ez a jellemző. És ugye az a baj, hogy az a neve, hogy vallás. Tehát a vallása az a baj, hogy valaki azt mondja, én nem ilyen vallású vagyok, hagyjatok engem békén. Tehát ahhoz, hogy el lehessen juttatni a tudást az emberekhez, az vallás semlegesnek kéne lenni. Sőt, politika semlegesnek kéne lenni, nem? Tehát, hogy a politika se befolyásolja igazából ugye az utat, amin halad az a szervezet. Na most mi ilyen szervezet vagyunk, érted? Vallás és politikai semlegességünk volt, van, lesz. Érted? Az azt jelenti, hogy bárkit várunk, nem számít, hogy milyen vallása, milyen a politikai nézete, nem számít az, hogy milyen a bőrszíne, érted? Az se számít. Egy számít, hogy akar ezeken a területeken boldogulni, és ezekben akar-e másoknak segítségre lenni. Milyen téren segítségre? Például olyan téren, hogy azt mondja, hogy találkoztam egy frankó szervezettel, belenéznél. Jó, csak egy ilyen, nyilván nem pontosan így működik, csak most mondtam egy mondatot ezzel kapcsolatban. Jó? És ez azt jelenti, hogy aki csinál ilyet, azt még jövedelemmel is ellátjuk. Oké? Nem alkalmazottként? Nem. Na nézzük akkor, hogy hogyan, miként, jó? Gyorsan. Nézzük meg, hogy mit is csinálunk, miért tesszük. Van egy általános elbutulás a világunkban, amiről beszéltem. Az elmúlt években teljesen láthatóvá vált az emberek elbutulása. Az elbutulás következménye a helytelen cselekvés, aminek következménye a rosszabb élet. Tehát eszesebbnek kellene lenni ahhoz, hogy ne romoljon hamar, ne romoljon, hanem javuljon az életünk. Egyetértünk ebben? Mi azzal foglalkozunk, hogy eszesebbé tesszük az embereket. Tehát azért csináljuk, hogy az emberek eszesebbek legyenek. Ha jó emberek nem tesznek semmit, a rossz eluralkodik a földön. Ezekről az imént beszéltem. Ha jó emberek továbbra sem tesznek semmit, még rosszabb világunk lesz. És ha te is jó embernek tartod magad, neked is aktívan kellene tenned azért, hogy jobb világunk legyen, innen hiányzik egy Y, most látom. Tehát egy jobb világunk legyen. És akkor folytassuk, hogy mit is csinálunk. Tehát mi PPS-ok egyedülálló módon aktívan teszünk azért, hogy egy jobb világunk legyen. Tehát, hogy eszesebbek legyenek az emberek. Hozzásegítjük az embereket ahhoz, hogy eszesebbek legyenek. És van egy ehhez kapcsolt üzletünk. Ezt gratisban ajánljuk föl bárkinek, amely révén eljutatjuk az emberekhez az ember és életjobbító képzéseinket.
Egyébként a coach azt jelenti a mi értelmezésünkben, hogy ember és életjobbító. A coach egy szakma egyébként. Azt jelenti, hogy ember és életjobbító. Rendszeresen egyedülálló fejlesztő képzéseket tartunk, azért, hogy fejlődhessenek az emberek egy sokkal jobb világ eléréséért, létrehozásáért. Tehát az emberek nem tesznek semmit, rosszabb világunk lesz. Ha eszesednek, jobb világunk lesz. Tehát tényleg eszesebbek voltak 10, 20, 30, 40 évvel ez az emberek. Higgyétek el, sokkal. Tehát sokkal logikusabban gondolkoztak, mint manapság. Manapság az embereket sokkal, de sokkal jobban elviszik az érzelmük, mint régebben. Tehát régebben sokkal, de sokkal logikusabb gondolkodásúak voltak az emberek. Nem véletlenül mondták azt, hogy józan paraszt ész. A vidéki emberek meg még logikusabban gondolkodtak, mint a városi emberek. Tehát még logikusabbak. Nem véletlenül jött ez a mondás, hogy a józan paraszti ész. Mert ez nem a városi emberre volt jellemző a logikus gondolkodás. Jó? Nyilván tisztelt a kivételeknek. Ezáltal az emberek hozzájutnak az eltitkolt tudásukhoz. Ugye azért titkolják el az embereknek, emberektől a tudást, hogy butuljanak. Élet és emberismerethez jutnak, képességekhez jutnak, továbbá gyakorlási lehetőségekhez. Elég tudást adunk az ember és az élet működéséről, így képessé válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megoldására, illetve megelőzésére, a célok elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására, a szellemi fejlődésre. Még mindig tovább, hogy mit is csinálunk. Hozzásegítjük a tanuló partnereinket a szeretethez, az egészséghez, az elismeréshez, a szabadsághoz és az elég pénzhez, tehát hogy boldog életet élhessenek. Ez annyit jelent, hogy a tudás révén, a 10 terület tudása révén az ember tanulja azt is, hogy a szeretet minek a függvénye, mitől függ, az egészség mitől függ, az elismerés mitől függ, a szabadságot hogy éri el az ember, hogy legyen elég pénze, stb. Stb. És ez nem csak tanítva van, hanem hozzá is van segítve. Ezek következtében az emberek képesekké válnak szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élni, azért, hogy a Földön beköszöntsön a szeretet korszak, az aranykor legkésőbb 2035-re. A tanulóink lehetőséget kapnak az üzletépítésére is, ha eljárják a PPA Nyílt Akadémiánál, tehát nálunk tanulás. Tehát magyarul ajánljuk másoknak, ismerősöknek, idegeneknek az, hogy tanuljanak itt nálunk. A Hunoltrade ZRT van az egész mögött, illetve ugye a Tanoda 2000 Kft. Működteti ugye ezt az egész rendszert, által felkínált kiváló és egyedülálló PPH üzleted révén szabaddá válhatsz, és oda mehetsz, ha akarsz, akkor, amikor akarsz, azzal, akivel akarsz, és addig maradhatsz, amit akarsz. Tehát üzlet, ha már üzletről beszélünk, gondoljátok végig, az üzletnél van egy nagyon fontos szabály, tehát illetve nem egy, hanem több, szerintünk 20, vagy 21, mindegy. Lényeg az, hogy két szabályt említenék csak meg, az egyik, hogy etikus legyen egy üzlet. Oké? Minél etikusabb, annál jobb. Kettő, hogy óriási piaca legyen annak az üzletnek. Oké? De az se állt például, hogyha már kidolgozott módszerek vannak, nem kell semmit kitalálni, stb. Stb. Kap az ember segítséget. Jó, tehát vannak ilyen feltételek. Tehát ma a bolygón annak van a legnagyobb üzlete, hogy az emberek eszesedjenek. Aki nem eszesedik, mert nem akar, tehát mindenki eszesedhet, aki akar. Aki nem akar, az bele fog pusztulni. Tényleg. Tudod miért? Mert a tudatlanságba bele lehet pusztulni. Hogy? Nem érted, hogy hogy? Hát nagyon egyszerű.
Úgyhogy egyre bénábban cselekszik az ember életében, minél tudatlanabb, annál több problémát generál magának és a környezetében lévő embereknek. A problémából nem tud kimászni, ezáltal leromlik a hangulata, és rövid időn belül földobja a talpát. Oké? Okay? Tehát azáltal, hogy leromlik a hangulata, mindenféle baja lesz, beleértve a betegségeket is természetesen. Láttál te olyat, hogy jó állapotú ember belehalt a Covid-ba? Nem. Kettő. Láttál te olyat, hogy jó hangulatú ember megtépázta a Covid? Nem. Oké? Okay? Tehát a jó hangulatú emberek, azok boldogulnak az életükben, érted? De egy embernél elérik azt, hogy ne legyen jó hangulatú, mert elbutul, és ezáltal ő generálja magának a problémákat. Az ember elméje kiválóan alkalmas arra. Hát ezért tartották meg az embert, hogy kipróbálják, és ezért van csak 80 éves átlag életkorú, hogy kipróbálják azt, hogy hány problémát tudunk generálni ez alatt a 80 év alatt. Érted? Hát nem is kell, hogy elnyomást kap. Lényeg az, hogy valamikor kaptál elnyomást, és ha ma hasonlít valami egy múltbéli elnyomáshoz, ugyanazokat a helyzeteket generálod te saját magad az elméd miatt, a bal agyféltek és elme működés miatt. Ezáltal nem kell 800 évig élni, meg 1000 évig, mint például Ádám és Éva élt. Tényleg addig élt. Mert az embernek, nekik nem volt bal agyféltek és működésük. Tehát teljes agyukat használták a gondolkodásra, és nem a felét. Mi a felét használjuk, mert a fele, a másik fele csak egy raktár. Érted? És a másik fele csak egy ösztönöket generál, és az ösztönök irányítják az embert. És akkor elérték azt, hogy itt a bal agyféltek és működésünk miatt bármikor kaptál elnyomást, most a jelenben valami emlékeztet arra az elnyomásra, és ugyanazt generálod magadban, mint amikor az elnyomást kaptad. Érted? Ugyanazt hozod létre magadban. Ugyanazokat az érzéseket éled meg, mint amit a múltban megéltél. Pedig mi köze a múltnak a jelenhez? Semmi. Érted? Tehát emiatt, hogy ilyenfajta működésünk van, az ember simán eléri azt, hogy rossz hangulatban, egy kicsit is rossz hangulatban van, lekapcsol a gondolkodásod, bekapcsol az ösztönöd, bekapcsolnak a múltbeli emlékképek, és már is létrehozod a problémákat saját magadnak és a környezetednek. Ami azt jelenti, hogyha tartósan létrehozod a problémákat magadnak, akkor mi történik? Nem emelkedik föl sose a hangulatod, hanem mi lesz? Állandó rossz hangulatban egyre több és több problémát okozol magadnak, amit képtelen leszel megoldani, helyetted a problémáidat senki nem fogja megoldani, és mi fog veled történni? Egészen eljutsz a depresszióig, majd belehalsz a depressziódba. Érted? És kész a népírtás. Ténylegesen. Annyit kell elérni a hatalomnak, hogy az emberek lesüllyedjenek depresszióba. És onnantól kezdve megvan a népírtás. Hullanak majd az emberek, mint a legyek. Vagy tanulnak és eszesednek. Nincs más választás. Nem kell az emberiséget kiirtani, kiirtja magát. Csak el kell náluk érni, hogy minél butábbak legyenek, minél rosszabb legyen a hangulatuk, és kiirtja magát az emberiség. Nézd meg, régen a jó hangulatú emberek sorra gyártották a gyerekeket. Most a rossz hangulatú emberek, hát nekünk nem kell gyereki, jó a kutya is. Vagy nem látsz ilyet? Nehogy ma azt mondod, hogy nem látsz ilyet. És akkor gyerek helyett kutyájuk van. Szerinted azok jó állapotú emberek, akiknek gyerek helyett kutyájuk van? Na hát erről ennyit, jó? Maradjunk ennyibe. Szóval, nézzük tovább.
Kaptál egyetlen, és ezáltal utolsó esély a tudásod gyarapítására, a szellem és a lelki fejlődésre, a boldog életre. Miért utolsó esély? Hát nem nincs más szervezet. Nincs más. Vagy választasz minket, vagy nem tudsz mást választani. Ennyi. És ész. Nem tudsz eszesedni a bolygón. Csak úgy lehet eszesedni, hogy folyamatosan kapod a képzéseket, használod a tudást, kontrollálva vagy, van vezetőd, akivel konzultálhatsz, érted, és segít, ha elakadsz. Ez így működik. Ha ez nem így működik máshol, ott fejlődés nem lesz. Oké? Itt mindenkinek van saját vezetője. Nézzük tovább. Coachképzéseink által képes leszel helyesen bánni minden életterületeddel. Arról az imént beszéltem. Havi 30 órás ember és életjobbító coachképzésünk van, amit igénybe vehet személyesen, a helyszínen vagy élőben az interneten keresztül, tévén vagy rádión, illetve videó vagy hangfelvételről. Továbbá le is töltheted. A coachképzésünk piaci értéke havonta 200 ezer forint. Jó? De ugye ennél többet ér, mert gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy felbecsülhetetlen. Miért? Mert akik itt tanulnak, mind arról számolnak be, hogy kezd az életük alakulni jobban, mint eddig. Akik régebben tanulnak, azok pedig arról számolnak be, hogy teljesen jobbá vált az életük. Amennyiben most kezded el a képzéseidet, illetve a képzésedet, most olyan akcióban vehetsz részt, ahol nem csak egy nagyon kedvező 19.700 forintos első havi indulási költséged lesz, indulási és 12.000 forint nagyon kedvező további havi, 12.500 forint nagyon kedvező további havi tandíjat kalkuláltunk ki neked, hanem vállaljuk az akciós további havi tandíjad árának fenntartását is. Tehát nem arról szól a történet, hogy tehát itt tisztázunk valamit. Tehát nem arról szól a történet, hogy akarsz-e itt tanulni, vagy sem. Hanem arról szól a történet, hogy létre kell hozni egy jobb világot. És azt csak velünk tudod ezt megtenni. Senki más szervezettel nem tudod. Oké? Én ezért jöttem ide a Földre, meg te is, hogy egy jobb világot hozzunk létre. Érted? Csak lehet, hogy te erről nem tudsz, én meg tudom, hogy ezért jöttem le. Jó lenne, ha te is tudnál arról, hogy azért vagy itt, hogy létrehoz egy jobb világot. Velünk, közösen. Oké? És gondold végig, ez egy korszakalkotás. Egy korszakalkotásban részt vehetünk. Az elmúlt 7000 évben nem volt olyan emberiség, amely létrehozott egy új korszakot. Most létre lehet hozni egy új korszakot. Érted? Most. Minden lehetőség megvan arra, hogy létrehozzunk egy korszakot, vagy megyünk a levesbe. Tönkre tesszük saját magunkat. Szó szerint. Lehet választani. Tehát magától az emberiség nem fog jobb irányba haladni. Soha. Nem is halad soha jobb irányba magától. Mindig az emberek tették jobb irányba az emberiséget. Érted? Ha volt ilyen. Ha volt ilyen. És mi az, ami most tudja rendbehozni az emberiséget? A tudatosodás. Érted? Tehát a tudás, a tudás, a tudás. A tudás, amely eszesíti az embert. Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak. Szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklósnak ezt a fantasztikus előadást. Életem egyik legjobb döntése volt, hogy csatlakoztam a PPH-hoz. Azóta az életem, mondhatom azt, hogy klasszisokkal megváltozott. Jó irányba. Igen, jó irányba. Tehát az életterületeket rendbe tudtuk tenni, vagyis hát sokkal jobban működik minden, tehát nem azt mondom, hogy minden tökéletes, de sokkal-sokkal jobban működik.
Megtanultam sokkal jobban bánni magammal, felismertem a tanítások által azokat a dolgokat magamban, amiket nem jól működtettem. Jobban tudok bánni a párommal, mert ugye is jobban ismerem már saját magamat, illetve a páromat is megismertem. Tehát jobban megismertem a tanítások által, hogy hogy működik a nő, hogy működik a férfi, és ezeket a gyakorlatban alkalmazzuk. Jobban bánunk a szüleimmel. Tehát nekem volt olyan időszak, amikor nem sűrűn találkoztunk, mert nem tudtuk egymást kezelni, és ezt is sikerült rendbe tenni. Gyermekeimmel is sokkal jobb a kapcsolatunk, másokkal is, környezetünkkel. Tehát egyre jobb minden életterületünkön, úgyhogy hálásak vagyunk ezért Szedlacsik Miklósnak. Hát nekem is az életem egyik legjobb döntése volt. Végül is együtt döntöttünk arról, hogy akkor jövünk ide a Nyílt Akadémiára tanulni, és ezt nem bántuk meg, és tudjuk azt, hogy ameddig lesz a Nyílt Akadémia, ameddig Szedlacsik Miklós tanít minket, addig mit fogunk tanulni, és azt hiszem, hogy sok tanuló van itt ezzel így. Tehát, hogy sok tanfolyamra jártunk, de nincsen ilyen rendszer kidolgozva, és én nekem az nagyon nagy erőt ad mindig, hogy itt a mai világban, amikor ha kinézünk, akkor egyik szörnyűséget a másik után halljuk, hogy itt mi egy pozitív jövőképet kapunk, és azt, hogy tudjuk, hogy merre kell haladnunk, hogy tudjuk, hogy mi a feladatunk. Vannak emberek, akik azt se tudják, nem is érzékelik, olyan rossz állapotban vannak, hogy egyébként probléma van a világban. De mi azon felül, hogy ezeket így Szedlacsik Miklós által teljesen tisztán átláthatjuk, ami elég ritkaság, hogyha átlagemberekkel beszélgetünk. Azt gondolom, hogy mi pedig nekünk így itt megadatik ő által, hogy nagyon-nagyon tisztán láthatjuk azt, hogy mi folyik ma a világban. De mégsem úgy kapjuk tőle ezeket az információkat, hogy nekünk ettől félnünk kéne, tartanunk kéne, mert egyből kapunk tőle egy megoldást, ami pedig egy ilyen szilárd biztonságot ad nekünk, hogy jó, hogy ez van, tudjuk, hogy azt is tudjuk, hogy miért van, és azt is tudjuk, hogy hova kell tartanunk, és mit kell cselekednünk azért, hogy ebből kivezessük a... Nem, azt mondta Szedlacsik Miklós, ne legyek kis hitű, úgyhogy mondom, hogy kivezessük az emberiséget ebből, amiben most van. És azt gondolom, hogy ezt így felvállaltuk, és meg is fogjuk tenni. És bízom benne, hogy minél többen csatlakoznak hozzánk, hiszen ennél nemesebb feladat nincsen ma itt a Földön, hogy ezt megtegyük. És nem csak magunkért, hanem az egész emberiségért. Akik itt kitartóan tanulnak, mindenki arról számol be, hogy jelentősen jobbá válik az élete. Azt javaslom neked is, hogy ne halogass, kezd el a Nyílt Akadémiánál a tanulást most, és biztos, hogy te sem fogod megbánni. Amint hallottad, az első havi tandíj most akciósan mindössze 19.700 forint, a következő hónaptól szintén akciósan csak 12.500 forint, ezért az 12.500 forint, ezért az árért most ingyen kapsz egy saját üzleti lehetőséget. Ma megteheted, próbáld ki 3 hónapra a tudást, 3 hónap most csak 44.700 forintba kerül. És akkor lesz tapasztalatod, és el tudod dönteni, hogy erre szükséged van, vagy nincs. Szerintem nincs olyan ember, akinek erre nincsen szüksége, hiszen az, hogy az életterületeinken jól tudjunk működni, az minden embernek szerintem alapkövetelmény lenne, de hát ezt az iskolába nem tanítják, nem véletlen, hogy nem tanítják. Amennyiben szimpatikusnak tűnik számodra az ajánlatunk,
a személyes részvételed esetén most egyszer betekinthetsz a szünet után következő coachképzésünkbe. Ez most gyereknevelés, traumakezelés coachképzés lesz, amelyen ha szeretnél, akkor várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, akkor örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és elköszönünk tőled. Most pedig 30 perc szünet következik. Thank you.